Sziasztok, köszöntök mindenkit egy újabb videóban. Ma nem más, mint unboxing lesz. Méghozzá ezt a Nokia 7.1-et Android One rendszerrel fogjuk kicsomagolni. Ami fontos róla tudni, hogy ez egy tavaly októberben bemutatott készülék, szóval gyakorlatilag nem olyan régi modell még. És ez ugye a Nokia is felült a nocsos vonalra. Hát meglátjuk, hogy fog kinézni. Na lássuk, milyen is a doboz. Az egyik oldalán csak egy Nokia logó, és ugye az Android frissítéseket reklámozó kis logó. Felső oldalán pár leírás, semmi érdekes igazából. A másik oldalt abszolút semmi nincs. Illetve az alján csak szériaszámuk, stb. És ami az érdekes, az a hátoldalon van. Reklámozza a PureView Display-t, ezt a Nokia állítólag valami nagyon profi cuccnak támogatja be, hát igen. Ami fontos róla tudni, hogy HDR10-et támogat, a felbontása pedig 1080x2280 pixel, 5,8 incsen, 5,84, hogy legyünk teljesen pontosak. Úgyhogy a megjelenítési kép az viszonylag szép a mai viszonyban. Na akkor mi van még? HDR videó, ugye amit mondtam, hogy a kijelző HDR 10-et támogat. A hátoldalon pedig lesz egy 12 megapixeles kamera és egy 5 megapixeles dual kamera a Zeiss Optic lencsékkel. Amit mindig is tudtunk, hogy a Nokia a Zeiss-re nagyon okosan tudott összedolgozni és nagyon jó kamerákat tudtak csinálni. 8 megapixeles széles látószögű front kamera, AI Advanced AI Image, ami ugye megint ez a virtuális, intelligens tanuló kamera elméletileg. Ami a jó a hátsó kamerákban viszont, hogy picture in picture-t is tudsz, vagy egyszerre tud az első hátsó kamerával is felvenni, amit akár livestreamelni is tud. Illetve milyen Snapdragon 636-os processzor van benne, 3 giga RAM-mal megtámogatva, van 4 giga RAM-os verzió is, az a 64 gigás, ez a 3 giga RAM-os. Akkor bontsuk is ki a csomagolást, amit így okosan alulról kell kihúzni, és itt is van. Igen, már be vagyok rá költözve, kb. Egy hónapja használom, ez az Always On Display, tehát mikor belépünk, nem fogad semmi más, csak a telefon először, amit ide félre le is teszünk, egy szintű, ami most nincs itt, töltőkábel, illetve van itt egy kis doboz még, amit ha kinyitunk, akkor egy fülhallgató, ami nagyon bazári, semmilyen minőségűnek tűnik. Ki se próbáltam őszintén megmondani, valószínűleg nem is szól valami jól. És ami még van, az a töltőfej. És ennyi maga a csomagolás, és akkor természetesen itt van maga a kis leírások, amit szerintem senki nem szokott elolvasni. Úgyhogy ez itt is van. Maga a telefon, az szerintem egyébként gyönyörű, tehát nagyon jól néz ki. Ez az én fejem is benne van. Elől, hátul üveg. Kicsit poros, tehát az új lenyomatokat, port azt kegyetlenül gyűjti. Itt van ugye a két hátsó kamera. Új lenyomatolvasó és hátra került, és a két tónusú flash. Bal oldalt kizárólag a szintűnek a hely, és ide jön be a SIM-kártya, illetve a memóriakártya, vagy dual SIM-es, ugyebár dual standby-ba. Alul nincs csak egy mikrofon, egy diffuzor, illetve a töltőkábel. Jobb oldalt bekapcsoló gomb, hangerőszabályzók, ami egész jó minőségűek. Tehát nem zörög, nem lötyög, nem mozog. Fent egy jack, és ismét egy mikrofon található, semmi más. A kijelzőről azt kell mondani, hogy nagyon szép, tehát
ebbe az árkategóriába szerintem jobb, nem is nagyon van. Persze lehet azt mondani, hogy Super AMOLED, meg izé, meg ilyenek, de azok ugye már nem ebbe az árkategóriába játszanak, úgyhogy abszolút vállalható. A mérete 149x71 a szélesség, illetve 8 mm vastag, amit nem neveznék soknak egyáltalán, illetve a 160 g-os súly az viszont érezhető, főleg, hogy ez azért egy viszonylag kicsi telefon. Tehát gyakorlatilag az iPhone 10-esnek a méretével kb. Azonos. Annyi különbsége, hogy így itt a képarány az 79,9% csupán. Szóval az iPhone egy nagyon kicsivel kisebb, mivel az alsó K-val sokkal kisebb. Ebben van egy IPS LCD kijelző, Corning Gorilla Glass 3 védi elől is és elméletileg hátul is. A processzor ugye egy 8 magos, viszont nem is ez az érdekes az egész telefonban, hanem az Android One. Ez azt jelenti, hogy az összes szoftver, amit az Android kidob, gyakorlatilag a legelsők között, ugyanúgy, mint a pixeleknél, ezek a rendszerek kapják meg, mivel abszolút friss és nem gyártó által módosított applikáció. Így ez az egyetlen egy nagy, hogy is mondjam, mázlia, és most már az összes Nokia így jön ki, ha jól tudom, mind Android van rendszerrel, de erről kicsit később részletesebben. Szóval a 8 magos processzor, 3 giga RAM a mi esetünkben 32 giga tárhelye, Zeiss Optik, ami jó, Image Stabilization-t is tud, szóval annyira igazából nem működik jól, de működik. Annyira nem rezeg be Full HD-ba, ha 4K-ba videózunk, akkor már az optikai képstabilizáló nem működik, csak az elektronikus, ami valójában gyakorlatilag semmire se jó, de van. Illetve ami még fontos, az akkumulátor, hogy 3060 MHz, ami ennek a kis telefonnak gyakorlatilag bőven elég. Ezt úgy kell elképzelni, hogy én használom már kb. egy hónap, tehát naponta kell tölteni, nem mondom, hogy nem, de ugye 3G, vagyis 3G, 4G, Wi-Fi, Bluetooth az non-stop be van kapcsolva rajta, és azért az 5-6 órás kijelzőidők simán megvannak, amit meg is tudok mutatni. Tegnap reggel volt utoljára feltöltve, most vagyunk 30%-on, és írja, hogy 27 órája volt utoljára feltöltve, és 3 óra 38 perc a display time. Szóval aksiban nem vagyunk olyan rosszak. A rendszer pedig ugye Android 1, Android van a legújabb. Tehát aki akar egy friss telefont, viszonylag modern telefont, jól frissítési rátákkal, annak ezt abszolút tudom ajánlani. Viszont, itt jön a bökkenő. Aki játszani is szeretne a telefonján, annak viszont nem ezt fogom ajánlani, egyáltalán nem. Maga a rendszer gyors, tehát nem lehet mondani, hogy nem gyors. Az applikáció kinyitása is viszonylag gyorsak. Viszont, hogyha egy játékot akarunk elindítani, hát az már nem lesz gyors. Olyan szinten nem, hogy egy modern játékok, ugye, amik most nagy divatban vannak, az Assault 9, meg az ilyesmi, hát gyakorlatilag összeszarják magukat alatta. Illetve sokszor a kameránál is érezhető a gyengeség igazából a hardvernek, mivel például, ha Google fotóval, vagy a Google-nak a kamerájával, ami most már nincs mellett röltem, Google-nak a kameráját, hogyha használjuk, és azzal lövünk például éjszakai képeket, hát azt gyakorlatilag szétomlik a rendszer, tehát lefagy, eltűnik a kép, de ugyanez előfordul a rendes kameránál is, hogyha olyan a táj, hogy HDR Plus-ba videó csinálja a képeket, vagy valami,
akkor már azért érezhető a hardware gyengesége. De általános használatra Facebookozásra például arra abszolút tökéletes, de aki játszani szeretne, az ne ezt a telefont válassza. Mondjuk ebbe az árkategóriába nem is nagyon van telefon szerintem, ami alkalmas lenne játékra. Ez a processzor ennyi memóriával nem képes rá, hogy ezt kiszolgálja. Úgyhogy erre nagyobb szükség van. A displaynél, amit szeretünk, jobban én szeretek, hogy a HDR10-et ugye ki lehet kapcsolni, vagy be lehet kapcsolni. Szerintem ez marha hasznos egyébként, mert nagyon, nagyon jól néznek ki a képek igazából magán a kijelzőn. És ami még nagyon jó, a gesztus vezérlés. Tehát be lehet állítani egy csomó gesztust, mit, hogy reagáljon a telefon, ami nekem hasznos, pláne egy iPhone után annyira nem éreztem a hiányát, mert ugye az iPhone 10 az már, hoppá, az iPhone 10 az gyakorlatilag csak gesztus vezérléssel lehet irányítani, ami jó, és nekem tetszik, sokkal egyszerűbb, mint a három gomb itt lent, ami szerintem mai világban már nagyon ideig múlt. Magát a telefont simán tudom ajánlani bárkinek, szerintem nagyon jó, de a kamera képessége is nappal nagyon jók, este már azért látszik erősen, hogy elgyengül. A Google-nak a kamerájával nagyon szép esti képeket is lehet lőni, de ott viszont gyakran tényleg összeomlik a rendszer alatta, mert nem bírja el a hardware. De azt kell mondjam, hogy aki csak Instagram, Facebook, meg ilyen social médiára használja a telefonját, illetve olvasgatni akar rajta, általános felhasználásra tökéletes, játékra viszont tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy el kell felejteni. Filmezése is tökéletes, meg minden másra, csak nem játékra. Tehát a játékok ezen nem nagyon futnak. Én itt egy játékot, a Coin Master szoktam HBO-ba játszani igazából, vagy a másikat már le is töröltem. Tehát a Coin Master, de meg a Mu Origin, de hát arra be se léptem napok óta, egyszerűen nem tetszik az egész. Tehát olyan szinten akadozik, meg lassú, hogy hihetetlen. Hát ennyi lett volna ez a videó igazából. Aki akarja, nézze meg, mielőtt megveszi, tapogassa meg. Lehet hozzá kapni tök olcsón eBay-en ilyen szilikontokokat, amivel sokkal stabilabb a múgy a cucc. Hát kegyetlenül csúszik. És olyan érzésed van állandóan, hogy hát ezt most fogom elrejteni és összetörni az üveg hátlap miatt, ami tényleg hozzányúlsz, és nem úgy érzed, mint egy minőségi cuccot. De attól még lehet tartós. Igazából ennyi lett volna ez a videó. Köszönöm a figyelmet. Sziasztok!